Minden, ami szakma. Ez volt a jelmondata az idei szakmafestnek, amely számtalan lehetőséget kínált azok számára, akik egy helyen és első kézből szeretnének informálódni a továbbtanulási lehetőségeiket illetően. Már a megnyitót megelőzően megtelt a Kossuth tér. A fesztivált a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium flashmobja nyitotta meg. A szakképzésért felelős helyettes államtitkár mondandójában azt részletezte, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyeket a szakképzési rendszer nyújt a fiatalok számára. Ad minőségi oktatást, hiszen rettentő sokat fejlesztettünk tartalomba a vállalatok segítségével, és van tartalom, amit elhagytunk, és van tartalom, amit beemeltünk, ami modernné tette. Olyan eszközöket fejlesztettünk, és olyan környezetet, és ez folyamatában is van, ami azt gondolom, hogy 21. századú, tehát ez az oktatáshoz kell. A másik, hogy nagyon sokféle választási lehetőség van, hiszen van az 5 éves technikus képzés, ami érettségit ad, szakmát ad, okleveles technikus, az még kreditpontokat is már ad az egyetemre, és hogy besétálhat az egyetemre gyakorlatilag. Tehát ez a, mi úgy hívjuk mindig, hogy a technikumok, ezek a mérnök képzés előszobái gyakorlatilag, tehát egy nagyon minőségi, feszített képzést ad, de nagyon jó átlagú gyerekek kerülnek most már be, úgyhogy azért ezt úgy büszkeségből elmondhatom. Pöröskei Gáborné kitért az ösztöndíj lehetőségekre és arra is, hogy egy új szakma elsajátítására gyakorlatilag minden életkorban lehetőség van. Azok, akik nem tudták esetleg elvégezni az általános iskolát, vagy nehezebben megy a dolog, ott pedig dobantó programunk van, és műhelyiskolánk, ott nincsenek tantárgyak, a végeredmény az egy részszakma, de ha megkedvelik, akkor átjöhetnek a rendszerbe, és ezt is beszámítjuk. Felnőtteket is várunk, mert ott is beszámítjuk az eddigi tudást. Várjuk azokat, akik gimnáziumban érettségiük van, csak nem tudnak magukkal mit kezdeni gyakorlatilag, mert hogy érettségi utáni 1-2 éves képzéseink is vannak. Tehát igazából azt gondolom, hogy mindenkit várunk. Tehát tényleg a 14 évestől kezdve akár a 70 évesig is. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke a munka fontosságát emelte ki a vármegye vonatkozásában. Nincsenek olyan nyersanyagaink, amikre a gazdagságukat építhetnénk. Nincsen olajunk, nincsenek fémeink. Mi Magyarország és különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a munkájára, a tehetségére, az akaratára tudja építeni a jövőjét. Ebben szövetségeseink a szakmát tanuló, választó fiatalok, a munkás életkorban lévők mellett, hiszen a jövő az rajtuk múlik. Ezért is nagyon fontos, hogy milyen szakmát választanak, milyen szakmai kínálatot tudunk nekik adni, milyen jövőképet tudunk biztosítani. Ugyanakkor viszont a munka, a szakma nem csak pénzkereset, hanem boldogság forrás jó esetben, hobbi lehet, olyan tevékenység, ami elégedettséget is okoz az embernek. Számtalan sátor és rengeteg kiállító színesítette a programot. Rögtönzött bemutatókat láthattak a fiatalok és feltehették kérdéseiket azoknak, akik már az általuk érdekesnek talált ágazatokban találták meg számításukat.